Műsorunkban láthatják programokkal a családi fészekben. A Zofella Sándor Alapítvány szervezésében ebben az évben is több program várja az érdeklődőket. A Családi Fészek Néprajzi Múzeum udvarán Walter Jánossal beszélgettünk. Petőfi 200 mozgó kiállítás. Sűsápon március 1-én két helyszínen is lehetőség volt a Petőfi Busz interaktív kiállítás megtekintésére. A tápiósápi helyszínen Katus Norbert, a polgármester mondta el gondolatait. Testületülés Úriban. Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről és a február 28-ai képviselő testületi döntésekről. Tápió Naturpark túrajelzések. Az elmúlt évben készített összeállítás bemutatja a Naturpark területén használt túrajelzést és az elkészült applikációt, amellyel könnyedén találhatunk programokat a hétvégékre. Az áldozatokra emlékeztek. A kommunizmus áldozatainak emléknapján Sűsápon a Hősi Emlékműnél Horinka László polgármester mondott beszédet február 25-én. Kertészkedés a természettel. Teltházas program volt a Tápióbicskei Fehér István Művelődési Házban, ahol dr. Gyula Iván a mélymulcsos kertgazdálkodásról tartott előadást. Húsvéti előkészületek. Úri Község Hagyományőrző és Értékmentő Egyesülete ebben az évben is megrendezi a hagyományos húsvét előtti rendezvényét. Várják a gyerekeket, családokat a művelődési házba április 1-én 10 órára, ahol idén is lesz tojásfestés, tojásdíszítés, locsoló versmondó verseny, nem maradnak el a kreatív kézműves foglalkozások. Belépő egy darab felakasztható tojás a tojásfára. A vendéglátás sem marad el. Lesz szendvics és tea, valamint az elmaradhatatlan répatorta és a húsvéti kalács is az asztalra kerül. Csorba Norbert nélkülte stúdiónknak a fotókat, amely egy szerencsés fogást örökített meg. Március 4-én a délelőtti órákban a tápióbicskei Lisóczki orgásztón akadt horogra, az a 160 cm-es 40 kg-os harcsa, amit Bori Patrik, Csorba Norbert és Csorba Bence emelt ki. A nem mindennapi harcsa nem adta magát könnyen, de a végén a horgászok győztek. A hal a kiemelést követően pózolt a szerencsés horgásszal, megmérekezett és búcsút intett, ezúttal szerencséje volt, hiszen visszakerült a tóba. Gratulálunk a nagy fogáshoz!
Köszöntöm Önöket, a Tápió Plusz magazin 10. évfolyamának 6. adását látják, Merocki József vagyok. Mai műsorunkban elsőként Tápió Szecsőre látogatunk. A Családi Fészek Néprajzi Múzeum udvarán találkoztunk Walter Jánossal. Az Ofella Sándor Alapítvány kuratóriumának elnökét az idei programokról és a már az online felületükön korábban meghirdetett a hagyományokat ápoló pályázatokról kérdeztük. Tápió Szecsőn az Ofella Sándor Alapítvány szervezésében évek óta színes programok várják az érdeklődőket a Családi Fészek Néprajzi Múzeum udvarába. Ebben az évben is jelentkezhetnek a Tápióvidékről diákok, amely olyan programokra épülnek fel, mint például a hagyományőrző vetélkedő, amely ebben az évben a lakodalmak régi világával ismerteti meg a tanulókat. A négy fordulós vetélkedőről és a tervezett eseményekről Walter Jánost kérdeztük. A lakodalmat járjuk körül. Elsőként egy-két oldalas leírást, hogy valamikor hogy bonyolódott a lakzi, nem részletesen, csak tudjuk, hogy mikor, hova mentek, kik mentek, miért mentek. Következő fordulóban a lakodalomból egy-egy epizódot kell előadni a gyerekeknek, a csapatoknak. Bevonhatják a többieket is, csak őnekik kell egy-egy epizódot irányítani. Utána lakodalmas süteményeket kérünk tőlük, és végül lakodalmas ételeket fogunk főzni, és azzal zárjuk azt a négy fordulós vetélkedőt. Itt általában hány fős egy csapat, hiszen itt most azért, ha már lakodalmas jelenetről beszélünk, ha magukkal is hozzák mondjuk az osztálytársakat, az iskolatársakat, a gyerekek, de azért mégis kötött ez, hogy hány fős egy csapat? Hát a csapatok négy fő, és ugyanazon a négy fő, mert elejében volt úgy, hogy minden fordulóban úgy mások jöttek. Az nem fér a többével szembe, mert lehet, hogy valaki a főzéshez értett, valaki a sütéshez, és most túl kiírjuk eleve már előző fordulóba is, hogy ugyanaz a négy ember, és egy kísérő lehet, aki nem dolgozhat. Irányítani kívülről irányítat, de dolgozni magában a munkafolyamatban nem léphet bele. És akkor nézzük a lakodalmas süteményeket, segítsünk egy kicsit a gyerekeknek, hogy ötletet adni akár már most, akik gondolkodnak, hogy mit is valósítsanak meg. Mi az a lakodalmas sütemény? Akár itt a Tápióvidéken mik voltak a jellemző sütemények a lakodalmakon? Hát reggelire a kalács. Ha ugye valamikor nem úgy volt a lakodalom, mint most, 8-9 órára hívgatták őket, és kávét adtak kaláccsal. Ez volt a reggeli. Ebédre általában gulyásos volt, és utána fánk, rétes, bukta, ilyen, és vacsorára az új tyúkhúsleves, igazi tyúkhúsleves csigatésztával, amit előző nap készítettek, előző héten az asszonyok a csigatésztát, a főtt hús külön volt felszáll, hát legtöbbször pörkölt volt, vagy sült húsok. És akkor itt milyen sütemény volt? Itt már az édesapró sütemények mentek? Ott már igen, amiket előre is sütöttek, meg ugye mindenki vitte a süteményt, mert valamikor úgy mentek a lakodalomba, hogy süteményt vittek, az lehetett buktától, pogácsától kezdve bármi. Linzer tészták voltak. A tortát az a 50-es években divatban, hogy tortával mentek, hogy meg a háziak, meg az égetett cukor is divat volt, a menyecske az égetett cukortortát törte mindig széjjel. Ez a négy alkalom, ugye ez a négy fordulós verseny, ez hogy fog megoszlani, hogy tervezitek? Két hetente van. Tizedike volt a tizedik beadási határidő, nevezési határidő, utána két hét van a megírni a dolgozatot, és két hetente van szerdai napokon, amikor délután 3-tól 6-ig a fészekbe vannak, jönnek a gyerekek, és itt közösen töltjük el az időt. És van egy másik felhívásotok, aminek azért még benne vagyunk a határidejében bőven, ez az anyák napjára készül. Igen, valamikor 20-25 évvel ezelőtt meghirdettem 20 alkalommal anyám, Adám, édesanyám vers és prózaíró versenyt, és rajzversenyt. Óvodások rajzzal jöhettek, külön volt alsó tagozat, felső tagozat és felnőtt tagozat, akkor
könyv formájába adtuk ki, most csak online formába szeretnénk kiadni az egészet, de díjazzuk az első három jelzetteket minden korosztályba, óvodásokat, mindenkit díjazunk, oklevelet adunk, és a legvégén május 7-én az eredményhirdetéskor elmondhatják saját verseiket, novelláikat, és az anyákat akkor itt lehet köszönteni, mi biztosítjuk a virágot, hogy anyák napját közösen ünnepeljük. Tápiószecsőn vagyunk, ugye a Családi Fészek Néprajzi Múzeumban, de erősítsük meg, nem csak Tápiószecső fiatalságát szólítjátok meg akkor, amikor akár az anyák napi rendezvényre, illetve vers írásra hívjátok fel a fiatalok figyelmét. Ez természetes, hogy az ország minden részéről érkezett valamikor is, most is a környező iskolákba felhívás ment, de ugye fönn van a Facebookon, bárki Aszódtól Nyíregyházáig bárki nevezhetett, akkor is, és most is nevezhet. És több, hogy van a óvodás kategória, általános iskolás, felső tagozatos, és utána felnőtt, aki egy nagyobb, tágabb kör, mert 18-tól 99 évig lehet nevezni. Nem beszéltük meg az imént említett értékőrző vetélkedő díjait. Azt tudom, hogy korábban nagyon-nagyon komoly díjazás is volt. Hát most szorosabb gondolom a nadrágszíj, ettől függetlenül mit kapnak azok, akik az elsők között végeznek az idén? Az első helyezett csapat, a négy fő és a vezetője mehet Ceglédre egy kicsit kikapcsolódni, egy napos kikapcsolódás. A Töldes csárda biztosít egy vendéglátást, a Wellness Hotelbe lehet menni egy napra strandolni egy kicsit, a Hysteria cukrászdába lehet menni, és ha még több nyerőcsapat van, általában tortát adunk a nyerteseknek, Sági Pékség tortája és pizzéria biztosít mindig a többi csapatnak egy-egy jutalmat, ajándékot. Ebben az évben milyen programokkal készültök itt a Tájház udvarában, illetve a Fészerben, ami azért nagyon sok programnak szokott helyet biztosítani? Hát ezek most picit lefoglalják a egy-két hónapos időnket, de azért egyéb programok is vannak, húsvéti kézműves foglalkozás, utána lesz egy gyaloghintótúra, ahol azt szeretnénk, hogy bármilyen járművel, ami gurulni tud, mindegy, tolni, húzni kell, vonni kell, egy felvonulás, és a Szabadságtéren egy ilyen bohózati verseny, az április 22-re terveznénk, reméljük bejön. Utána van a alapítványnak minden évben a majális, azt mindig saját berkekbe bonyolítjuk le május felállítással, vendégeinket meghívjuk, akik valamilyen formát támogatnak bennünket. Utána lesz a Lánc-Lánc Eszternyát gyermektánc, utána a nyugdíjas találkozó, ez júni 10, júni 3 a gyerektalálkozó, 27-én a múzeumi éjszakáján is egy egész estét betöltő programunk lesz. Mennyire látogatott a múzeum, mennyire látogatott a Tájház udvara? Hát én soha nem azt akarom, hogy több százal jöjjenek. Ha 80-100-an vannak egy-egy rendezvényen, az jól érezik magukat. Az a lényeg, aki itt van, az jól érzi magát, nem sietnek el. Ami azt jelenti, hogy ha vége is van a programnak, beszélgetnek, kicsit iszogatnak, harapnak valamit. Szóval mondjuk 5% az, aki a program után elmegy, de a többiek azért még egy fél órát, órát, két órát még itt töltenek minden programunkon. Sikerül-e megoldani a fiatalitást? Fent tudja tartani az Ofella Sándor Alapítvány azt, hogy Tápiószecsőt is méltatva ezt a hagyományos tápiószecsői néptáncot és minden egyebet, ami e köré rajzolódik, fenn lehessen tartani? Hát a menyecskék nagy része kiöregedett, azt el kell ismernünk. Az idősebbekkel még dolgozunk, mert a népdalokat mindet fölvesszük. Azt folyamatosan dolgozunk már 2 éve. De nagyon rengeteg népdal van, és mindet hangszalag, azaz rögzítjük elektronikusan. Marika néni, Valér néni, az idősebbek.
egy pár, amik benn vannak a csoportban, az idősebbekben, ha jönnek, táncolnak. Hát a ifjúsági csoport az pillanatnyilag 10-12 pár, ami azt jelenti, hogy nem sok, nem kevés, azzal lehet dolgozni, és a gyerekeknél is van egy 15 gyerek, aki nagy részt óvodás, és jól érzik magukat a csoportban. Március 1-én Sűsápon a diákokat és az érdeklődő lakosságot várta a Petőfi busz. A mozgó kiállítás a Petőfi Irodalmi Múzeum új vándor kiállítása, amely a Petőfi Sándor emlékév alkalmából jött létre. A tápjósápi helyszínen Katus Norbert, alpolgármesterrel beszélgettünk. Az elmúlt év szeptember 1-én indult útjára a Petőfi Irodalmi Múzeum vándor kiállítása, amely a Petőfi Sándor emlékév alkalmából jött létre. A múzeumbusz első állomása a költő szülővárosa Kiskörös volt. Ezt követően közel egy éven át több településen is megismerhetik a látogatók. Az utazókiállítás kiemelt célja, hogy Magyarországon, valamint határainkon túl is minél több honfitársunkhoz jutassa el élményszerűen Petőfi Sándor életművét és mutassa be életútját. A tárlat a haladás, sebesség, út, utazás fogalmaiból indul ki, és az aktuális kutatásokra alapozva egyedi megközelítésből mutatja be Petőfi személyiségét, munkásságának ismert darabjait. Március 1-én Sűsápra is ellátogatott a mozgó kiállítás. Azért tartottuk fontosnak, hogy Sűsápra is elérkezzen a Petőfi busz, mert szeretnénk minél több olyan kulturális eseményt, lehetőséget kínálni a helyieknek, és így a fiataloknak, diákoknak is, amiben a magyar nemzeti kultúrát egyre inkább magukével tudják tenni, meg tudják ismerni. Az idei Petőfi bicentenárium ünnepség kapcsán több programmal is igyekszünk megemlékezni. Ennek az egyik állomása az, hogy a Petőfi buszt meghívtuk Sűsápra is. Petőfi Sándor ugye az egyik legnagyobb magyar költőnk. Nagyon érdekes az, hogy 1823-ban született, és ugye 1849-ben hunyt el, tűnt el. Tehát nagyon-nagyon fiatalon elvesztettük őt, mégis mekkora életmű maradt utána, és milyen hatással van a mai magyar irodalomra is, és a mai magyar kultúránkra is. És a tárlat ezt megfelelő módon tükrözi, azt gondolom. Jó, hogy nem időrendi alapon van berendezve a tárlat, hanem végig lehet követni gyakorlatilag Petőfi útját az élete folyamán. A mai nap délelőttjén a piactéren kezdett a busz, ahol a Móra Ferenc Általános Iskola felsős diákjai tekinthették meg ezt a mozgó kiállítást, délután pedig ide érkezett a sápi helyszínre, a Szent István Általános Iskolához. Elsősorban az iskolások azok, akik számára ez a mozgó tárlat ide érkezett, ezért is az iskolákkal egyeztettük le az időpontokat és a helyszíneket, hiszen ők azok, akik leginkább részt tudnak venni az ilyen programokon. Persze mindenki számára nyitott, de a legjobb, hogyha az általános iskolai korosztály vesz részt ezen a múzeumpedagógiai foglalkozáson. Tehát a busz az információim szerint körülbelül 200 helyszínre fog eljutni. Nagyjából a program felénél tartunk. Ha a Sűsápot nézem, akkor talán a 98. az a helyszín, ahol most megállt a busz. Az egész Kárpát-medencét felöleli ez a program. Már magát a szervezést tavaly ősszel elkezdtük, most lett olyan időpont, amikor ide tudott érkezni hozzánk. A kiállítás címét adó motto, átröpülök hosszában hazámon, a Dalaim című vers részlete, amely nem csak Petőfi utazás iránti szenvedélyét és a költő ambícióit fejezi ki, de utal a tárlat nem mindennapi jellegére is. A kiállítás gerincét 10 kiemelt gyűjteményi darab alkotja, mely a képzeletbeli utazás egy-egy állomását jelzi. Minden relikviához tartozik egy-egy kiemelt vers, valamint számos idézett kézirat, művészeti alkotás és irodalomtörténeti érdekesség, amelyek együttesen egy-egy meghatározó élethelyzetet vagy témakört tárgyalva mutatják be a költő életének legfontosabb állomásait. Ezek a változatos módon elrejtett tartalmak önálló felfedezésre, kutatásra ösztönzik a látogatót, több érzékszervet is bevonva a tapasztalatszerzésbe.
A kiállítás egységei önmagukban is értelmezhető, zárt egységet alkotnak, amelyeket többféle narratívába fűznek össze a látogatókat és a Petőfit egyaránt megszólító kérdések. Az első tematikus kiállítási egységben Barabás Miklós 1845-ben készített Petőfi első publikált arcképe fogadja a látogatót. A helykeresést, a költői önmeghatározást fókuszba helyező Sors, Nyis nekem tér című költemény kapcsán megismerkedhetünk a képet közlő pesti divatlappal. Megtudhatjuk, mit jelentett a korban egy ilyen folyóirat, hogyan alakult Vaot Imre és Petőfi kapcsolata, s milyennek látta Jókai Mór barátja arcképét. Az utolsó állomáson pedig az 1847-ben megjelent Petőfi összes költeményei című kötet jelenik meg. Így Petőfi szándékától, hogy az irodalmi élet meghatározó szereplőjévé váljon, a megvalósulásig, azaz a verseit örökké élő költő alakjáig vezet a képzeletbeli utazás. Az egyes állomások során izgalmas formai és vizuális megoldások jelenítik meg, többek között az Egy estém otthon, a Szeptember végén és az Alföld című verseket. A tárlat záró részében írók, költők Petőfiről szóló idézetei olvashatók, a busz hátsó ülés során a Petőfi relikviákból egy-egy digitális kollást alkothatnak a látogatók, próbára téve a kiállításon megszerzett tudásukat. A busz a tervek szerint 2023. augusztusáig járja az országot és a Kárpát-medencét. A Petőfi Sándor emlékév végéig pedig több mint 200 helyszínt látogat meg az utazókiállítás, amely feltűnik majd a különböző rendezvényeken is, mint a Győri Könyvszalon eseményein, vagy a 40. hagyományos Csallóközi vásáron Dunaszerdahelyen. A most következő rövid összefoglaló úri képviselőtestületi ülését dolgozza fel, amelyből megismerhetik Haraszt Imre polgármester beszámolóját, valamint a testület által elfogadott döntéseket. február 28-án ülésezett a képviselőtestület úriban. Miután a napirendi pontokat elfogadta a testület, Haraszt Imre beszámolt a két ülés közötti eseményekről. A beruházásokról a polgármester elmondta. A Rákóczi úti híd Viszmajor pályázata műszaki tartalmának módosítása és a BM általi elfogadás megtörtént. A 7 millió forint felhasználása így megtörténhet, nem kell a pályázatot visszamondani. Energetikai pályázat benyújtására készülnek úriban. Ez a napelemek hőszivattyúval, akkumulátorral történő összekapcsolását célozza meg. Az iskola tetőszerkezetére is kerülnének napelemek, melyek teljesítményét szétosztva lehet a felhasznált energiát növelni. Az elmúlt időszakban 36 gyermek született úriban. A meglévő 8 férőhelyes mini bölcsödét gyorsan kinőtte a település. Napirendre került egy új bölcsöde építése, ami 28 fős férőhelyel tudná kiszolgálni az igényeket. Az óvoda megkaphatná a mostani mini bölcsöde épületét, és tervek szerint az udvaron lenne elhelyezve az új bölcsöde épülete. Az elmúlt időszak eseményeiről, a rendezvényekről Haraszt Imre elmondta. 2023. február 15 és 16-án tüdőszűrés volt a településen, melyet közel 600 fő vett igénybe. Úriban gyermekvédelmi tanácskozás volt február 15-én. A polgármester beszámolt arról, hogy a környékbeli településekhez képest jó a helyzet. A családgondozók lelkesen és lelkiismeretesen végzik munkájukat, mind a felettes szervektől, mind az önkormányzattól is, valamint a jelzőrendszer tagjaitól is számos dicséretet kaptak. Haraszt Imre megköszönte a munkájukat. Kijavításra került a Művelődési Ház előterében a beázás, a felület új festést kapott. Egyebek. Megtörtént az iskola fűtési rendszerének az optimalizálása. A Művelődési Ház fűtésének racionalizálása is megvalósult, ennek alapján a rendszer 4 körre lett osztva, melyek önállóan működtethetőek, igény szerint. Az adóértesítők is elkészültek, folyamatosan kerül kiküldésre a lakosság részére.
Haraszt Imre az eboltásról elmondta, hogy Uriban március 4-én és 24-én lesz összevezetéses eboltás. Az oltást Popovics László végzi, Gáspár doktorrendelője által végzendő oltásról az önkormányzat nem kapott értesítést. A beszámolót követően a képviselőtestület megtárgyalt és elfogadta a 2022. évi költségvetésről szóló rendeletmódosítást. Megalkotta a 2023-as évi költségvetési rendeletet. A civil szervezetek részére kiírta a pályázatot. Elfogadta, hogy a település értéktárba vegyék fel a születésfát, az emlékparcellát, a hagyományok házát és a régen használt, mára elfeledett szavak gyűjteménye Úri község életéből című kiadványt. Az első rész végén egy korábbi összeállítást nézhetnek meg. A Tápió Naturpark elkészített egy applikációt, amelynek segítségével többek között programokról kaphatunk információt, és könnyen találhatunk magunknak túraötletet is. A felvételek a Farmosi Nádasnál található Kékbegy tanösvényen kerültek rögzítésre. A Farmosi Madárvárta épületénél állunk, mert a Dunaipoly Nemzeti Park igazgatóság fennhatósága alá tartozik, illetve a Kékbegy tanösvény kezdőpontja. A mögöttem látható épületet tavasszal adták át, mely a Farmosi Madárvártának egy új központja. Minden évben itt történik a madárgyűrűző tábor, illetve az egész nyáron tartó madárgyűrűzés, mely főként augusztus hónapra koncentrálódik. Augusztus hónapban reggel és este gyűrűznek madarokat a meleg miatt. Itt vagyunk a Farmosi békamentés egyik emblematikus helyszínén, a Farmosi Kékbegy tanösvényen. Minden tavasszal, amikor békákat mentünk, akkor ide hozzuk át a kétéltőeket. A békamentés azért szükséges, mert a 311-es út keresztül szeli az ő élőhelyüket, és a telelőhelyük az út túloldalán van, és át kell őket menteni erre az oldalra, ahol majd szaporodni tudnak. Jobb időben ezen a helyen víz is áll, most sajnos éppen nem. Itt vagyunk a fokozottan védett elevenszülőgyík élőhelyén. Nagyon szereti ezt az élőhelyet, ugyanis a hűvös, nedves, mikroklímájú élőhelyek kedvelője. Ezért található meg itt. A márciusi-áprilisi időszakban nagyon sokszor látjuk, ahogy napozik az elvágott nád szálakon.
2019-ben kapta meg a Tápió Naturpark a Naturpark elismerést, melyet az Agrárminisztérium oklevéllel is elismert. Mellettem látható egy fehér négyzet, mert a zöld turista úthálózatnak az alapját képezi. Első körben egy fehér négyzetet festünk fel, ami 10x12 cm-es, majd belekerül egy zöld Z betű, melyet sablonnal viszünk fel. Fontos, hogy ezek a zöld út hálózatjelzések pontosak legyenek és egységesek, ezáltal kiválthatják a papír alapú térképet. A zöld út hálózat felfestésében helyi önkéntesek, civil szervezetek segítik munkánkat, valamint a Nemzeti Együttműködési Alapkezelő ZRT. A 2020-ban GPS segítségével felmértük a zöld út hálózatot, majd 2021-ben fel is festettük. 2021-ben jött egy olyan elgondolásunk, hogy szeretnénk egy túratervező applikációt létrehozni, mely a helyi lakosoknak, illetve az ide látogató turistáknak is segítségül szolgálhat a természet, illetve a helyi értékek megismeréséhez. Egy-egy túra egy település köré épül, vagy éppen egy természeti kincseken keresztül vonuló térséget mutat be. Jelenleg 44 ilyen túra útvonalunk található az applikációban. Applikációnk iOS és Androidos rendszerrel ellátott telefonokra is letölthető, az áruházakban Tápió Naturpark címmel található meg. A folytatásban a kommunizmus áldozataira emlékezünk, és interjút láthatnak a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány elnökével, dr. Gyulai Ivánnal.